Jó estét kívánok! A háttérinfrastruktúra a felvonulási terület kiépítésével kezdődik 2018 elején, Paks 2 projekt megvalósítása. Elsőként közel 8 hektáron üzemcsarnokok, tárolóterek, betonüzemek épülnek, tájékoztatott a paksi atomerőmű kapacitás fenntartásáért felelős államtitkár Szekszárdon. Aszódi Attila a Tolna megyei mérnöki kamara fórumán tartott előadása után Pecskeházi Attila államtitkár beszélt a beruházás miatti térségfejlesztési és lokalizációs feladatokról. Mai közéleti magazinunkban a rendezvényen készített összeállításunkat láthatják. Két témáról tájékozódtak a szakemberek a Tolna megyei mérnöki kamara hagyományos őszi szakmai napján. A SIO projekt mellett a Paks 2 beruházás mérnöki feladatai kerültek fókuszba. A megjelenteket Szabó Péter Paks polgármestere is köszöntötte, aki a beruházás kapcsán a paksi önkormányzat előtt álló hármas célról beszélt egyebek mellett. Paks felkészült és folyamatosan aktualizálja a város gazdaságfejlesztésével és városfejlesztésével összefüggő feladatait, kerítésen kívüli infrastruktúrális és városfejlesztési terveinket, projektjeinket folyamatosan egyeztetjük az illetékes államtitkársággal, Paks 2-vel és természetesen az orosz féllel is, hiszen nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, összehangolni. Paks város előtt tulajdonképpen három cél és feladat van. Az egyik az infrastruktúra fejlesztése, azaz a víz, szennyvíz, villamossági és úthálózat fejlesztés, valamint kommunális fejlesztések. A másik a szolgáltatások bővítése, fejlesztése, a harmadik pedig a munkahelyteremtés és a vállalkozás ösztönzés. Az előttünk álló feladatok kapcsán egyértelmű számunkra, hogy mind a kerítésen belüli, mind a kerítésen kívüli beruházások során mind a tervezés, mind a kivitelezés kapcsán óriási jelentősége van, illetve lesz a jól képzett, magasan kvalifikált mérnöki szakembergárdának. Erre a sokrétű tudásra és tevékenységre lesz szükségünk az elkövetkezendő években, évtizedekben is, tehát számítunk Önökre, Pakson is, és azt gondolom, hogy a régióban is, a megyében is, és hogy ezt a feladatot maximálisan el tudjuk majd végezni. A rendezvényen köszöntőt mondott Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, aki a kapacitás hiány miatt két éve elindított szakképzés ösztönző program mellett a felsőoktatás terén tervezett változtatásokról tájékoztatott. Azt gondolom, hogy nem csak a szakipari képzésben kell előrelépnünk, és ebben a Pécsi Tudományi Egyetemmel a város közösen gondolkodik, hanem a műszaki felsőoktatás kialakításában, idehozatalában. Ebben a Pécsi Tudományi Egyetem partnere Szekszárd város önkormányzatának, és bízom abban, hogy ha ez a munka végre el tud indulni érdemben is, akkor talán a szürke állomány tekintetében is fel tudunk majd készülni az előttünk álló feladatokra. Mi azt szeretnénk, hogyha itt Szekszárdon egy nagyon komoly szakipari bázis, egy szakmai képzési bázis alakulna ki, és ezzel tudnánk segíteni a majdan elinduló bővítésnek a tervezési, kivitelezési munkáiban való részvételt. Süli János, a paksi atomerőmű új blokkjainak megépítéséért felelős tárca nélküli miniszter tájékoztatójával indult, a Paks 2 beruházás aktuális kérdéseit ismertető, mérnöki feladatait bemutató előadássorozat a szakmai napon. Süli János a Paks 2 projekt szükségességét indokolva azt mondta, óriási kockázatot jelent a magyar gazdaságnak az, hogy a villamos energia import évek óta meghaladja a 30%-ot. Hozzátette, a lignitet feldolgozó 1000 megawattos mátrai erőmű 10-15 év múlva kiesik a termelésből. 2030-ban 5000 megawattnyi kapacitás hiányzik majd a hazai villamos energiarendszerből. Itt a mérnököknek nem csak az a feladata lesz, hogy majd bekapcsolódnak most ebbe a munkába, és azt gondolom, hogy van annyi
Hiába kulcsra kész erőművet vettünk, van egyéb segédlétesítmény, vízkivél egy, tehát hogy bőven lesznek megoldandó műszaki problémák az orosz főtervezése mellett is, amiben majd be lehet kapcsolódni. És ahogy elhangzott, mivel rengeteg épületet, akár oktatási, de infrastruktúra, úthálózat, híd, egyéb térségfejlesztésben is szeretnénk olyan projekteket végrehajtani, az erőműhöz kapcsolódóan az élelmiszertermelés visszaállítása. Itt kell ellátni közel 10 000 embert élelmiszerre, ehhez kapcsolódó tartósító ipar, de szakképzési intézmény. Tehát számtalan úgy gondoljuk, hogy egyéb lehetőség lesz a mérnök garnitúra előtt, és abban is lesz egyéb feladat, hogy egy olyan időszakba jutottunk, mint a 70-es évek nagy erőmű építésének a programja, hogy Magyarországnak muszáj újra az energetikai beruházásait végrehajtani, mert egyébként nem lesz lehetősége, hogy az olcsó, fenntartható, fejlődéshez szükséges villamos energiát biztosítsa, és ha olcsón tudunk biztosítani, akkor van iparfejlesztés, ha van iparfejlesztés, akkor itthon tudnak maradni a fiatal szakemberek, hisz akkor lesznek üzemek, gyárak, ha energiával el tudjuk őket látni. Tehát ebben a feladatban mindenkinek várjuk a közreműködését. Süli János azt is hangsúlyozta, hogy a beruházás megvalósításán túl a fenntartható fejlődés megvalósítása a cél a térség településein. Nem Paksot önmagába akarjuk fejleszteni, hisz nem is bírná el ezt a terhelést a város, hanem eddig is korábban 41 településsel, most egy kicsit pontosítva 47 településsel van szorosabb együttműködésünk, így a települések fejlesztését is egyidejűleg akarjuk, ebbe is számtalan munka, hisz azt is akarjuk, hogy ez az erőmű 60 évre készül el, 60 évig fog üzemelni, akkor a régióban, megyébe ne csak az az egy lehetőség legyen valakinek, hogyha bejut az erőműbe dolgozni, karbantartó üzemeltetőnek egyéb, akkor aránylag jó színvonalon tud, jó keres, és akkor a többi az pedig alakul, ahogy. Tehát ebbe a közel 10 éves időszakban azt is szeretnénk elérni, hogy a településeken egy fenntartható fejlődést idézzünk elő, és számtalan olyan azonosított projekt van, ami Becske az Attilánál, ez körülbelül 500 darab, amit már a településekkel egyeztettünk, amit ha végrehajtunk, és a kormánynak szándéka, hogy ezt végre is fogjuk hajtani, akkor egy régiós minta fejlődésbe tudunk bele kerülni, és hogy ennek nagyon fontos eleme, mindig mondjuk a híd nem kell ahhoz, hogy megépüljön a Paksi atomerőmű, ma nélkül meg lehet, de nagyon sok előnye van, kölcsönös előnye. Ha megépül a Fogtőnél a Dunahíd, akkor a túloldaliak autópályához, egyéb lehetőséghez jutnak, be tudnak kapcsolódni az erőmű építésébe, illetve mi ott számtalan szállás lehetőséget, 3000 körüli szállást tudnánk a két üresen álló laktanyába kialakítani, tehát ezért is fontos a együttműködés. A nukleáris szabályzók jók, úgy építjük meg az új blokkokat, hogy egy nagyon modern, Fukushima álló dizájn valósul majd meg a Paks 2 projekt keretében. Erről Aszódi Attila beszélt a mérnök napon. A Paksi atomerőmű kapacitás fenntartásért felelős államtitkár előadásából az is kiderült, hogy az orosz fővállalkozó Rosatom jelenleg a Turbina szigetekre kiírt pályázatot értékeli. Az új blokkok esetében úgynevezett félfordulatú turbinákat követelünk meg. Ez azt jelenti, hogy nem 3000 fordulat per perces, hanem 1500 fordulat per perces turbinák lesznek a két új blokkon. Az erre vonatkozó tendert az orosz fővállalkozó már kiírta. Jelenleg zajlik a pályázatoknak az értékelése. Két pályázat érkezett a turbina tenderre, az egyik a GE Hungary és az Alstom konzorciumának a pályázata. Egy Alstom Arabel turbinával, illetve egy orosz turbina gyártó, a Silovia Machini szintén jelentkezett egy turbina dizájnnyal. Meglátjuk majd, hogy ki kerül ki ebből a versenyből nyertesként. Ezen a ponton szeretném elmondani, hogy a két blokk megvalósítására egy kulcsak és fővállalkozói szerződést kötöttünk az orosz Atomstroj Exporttal.
a fővállalkozó felel a blokkok megtervezéséért és megépítéséért. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezési munkákban résztvevő cégeket is a fővállalkozónak kell kiválasztania, és ő felel az alvállalkozók munkájáért is. Tehát itt ebben az esetben is a turbina kiválasztása és a megépítése vagy megépítetése a fővállalkozó feladata van. Fővállalkozó feladata lesz. Ahogy az előadáson elhangzott, a teljes projekt megvalósításához szükséges 6000 engedély közül 300-at kapott meg a projekttársaság, köztük a környezetvédelmi és a telephely engedélyt. Nagyjából 6000 különböző hatósági engedélyre lesz szükségünk ahhoz, hogy a legvégén az üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez el tudjunk jutni. A mai napig több mint 300 engedélyt tudtunk már megszerezni. Ezek közül kettőt szeretnék kiemelni, a környezetvédelmi engedélyt, ami egy hosszú, több mint két éves folyamatban született meg, illetve a telephely engedélyt. Csak felvillantás erejéig szeretnék ebből a két engedélyről röviden megemlékezni. Ugye a környezetvédelmi engedélyezés keretében itt Szekszárdon is jártunk, 41 települést kerestünk fel az erőmű környezetében, ahol mi magunk hívtuk fel a figyelmét a lakosságnak arra, hogy megindult ez az eljárás a környezetvédelmi engedélyezés során, bárki elmondhatja a véleményét és felteheti a kérdéseit. A 2200 oldalas környezeti hatástanulmányt közzétettük, mind magyarul, mind pedig angolul. Bárki elolvashatta, bárki kérdezhetett ezzel kapcsolatban. A közmeghallgatást Pakson 2015 májusában tartottuk meg, ezt követően az ESZPOI eljárás keretében 11 országgal konzultáltunk, összesen 9 külföldi helyszínen tartottunk közmeghallgatást, és mindezeknek az eredményeit felhasználva a Paks 2-től számos kérdést kérdezve, megvitatva ezeket a kérdéseket adta ki a környezetvédelmi engedélyt, a környezetvédelmi hatóság, a Baranya-megyei Kormányhivatal 2016. szeptemberében. Ez a környezetvédelmi engedélyt két zöld szervezet megtámadta, így aztán a másodfokú hatósághoz került a kérdés, aki helyben hagyta az elsőfokú hatóság döntését áprilisban, mondta ki, hogy az elsőfokú hatóság jól járt el, és minden szempontból a szabályoknak megfelelően adta ki az engedélyt. Ezt a másodfokú határozatot is megtámadták a zöld szervezetek bíróságon. A bíróság elutasította a keresetüket, így mára jogerős és végrehajtható környezetvédelmi engedélye van a projekttársaságnak. Az idén márciusban kiadott telephely engedély szerint is alkalmas a paksi telephely az új blokkok befogadására. Az atomtörvény úgy rendelkezik, hogy nukleáris létesítmény építéséhez szükség van a telephely engedélyre. A telephely vizsgálatot is már engedélyeztetni kellett az Országos Atomenergiai Hivatallal. Magát a vizsgálati programot még 2014. novemberében hagyta jóvá az Atomenergiai Hivatal. A vizsgálati programnak megfelelően történtek telephelyvizsgálatok, egyéb meteorológiai, hidrológiai, az emberi veszélyekre vonatkozó vizsgálatok, és ezeknek a felhasználásával 2016. októberének a végén adta be a projekttársaság a telephely engedélykérelmet, amelyre válaszul az Országos Atomenergiai Hivatal idén márciusban adta ki a telephely engedélyt, megállapítva, hogy a paksi telephely alkalmas a blokkok befogadására, és minden feltétel adott ahhoz, hogy a telephelyen ezeket az épületeket el lehessen helyezni, meg lehessen építeni a blokkokat. A következő nagyon fontos feladat a létesítési engedély összeállítása és a felvonulási infrastruktúrák megépítése lesz, folytatta az államtitkár. Következő nagyon fontos feladat a létesítési engedélynek a megszerzése lesz. A létesítési engedély az atomtörvény értelmében az a nagy engedély, ami a nukleáris létesítmény esetében bizonyítja, hogy a nukleáris biztonsági szabályzatokban rögzített feltételeket teljesíteni lehet. Ez a létesítési engedély kérelem összességében egy olyan durván 200 ezer oldalnyi terjedelmű dokumentáció lesz. Ahogy itt bemutatom ezen az ábrán, magába fogja tartalmazni a műszaki tervnek
a nukleáris biztonsági vonatkozású részét tartalmazni fogja az előzetes biztonsági jelentést, illetve további biztonsági elemzéseket. Emögött nagyon jelentős mennyiségben különböző tanulmányok, különböző részfeladatokhoz kapcsolódó tervdokumentumok és különböző elemzések fognak társulni. Összességében tehát nagyjából egy 200 ezer oldalnyi terjedelmű engedélykérelmet kell összeállítani ahhoz, hogy az Országos Atomenergia Hivatal a nukleáris biztonsági szabályzatoknak való megfelelést ellenőrizni tudja, és a kiadta létesítési engedélyt akkor lehet maguknak a nukleáris létesítménynek az épületeit elkezdeni megépíteni. Nagyon sok munka áll előttünk, nagyjából 1 millió köbméter betont kell bedolgozni ebbe a két létesítménybe. Az üzemi területen majdnem 100 különböző épület fog helyet foglalni, rengeteg munka van, azt reméljük, hogy nagyon sok magyar fog tudni ebben a munkában részt venni, mindamellett, hogy tudjuk, hogy egy ilyen nagy projektnek a megvalósítása mindenhol a világon nemzetközi projekt. Legutóbb például a finn atomerőműnek az építésén 30 ország képviselői voltak egyszerre jelen az építés csúcsidejében az Olkiluoto 3-nál. Szóval itt is biztos, hogy nagyon sok külföldi munkaerőre is szükség lesz, de abban bízunk, hogy a lehető legtöbb magyar kompetenciát meg lehet mozgatni ennek a két blokknak a megépítéséhez. Becskeházi Attila a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár arról számolt be, hogy a projekten összesen 7000 ember dolgozik majd, közülük 1500-3000 oroszok. Körülbelül 7000 munkavállaló fog részt venni az erőmű beruházáson. És ugye az a kormányzatnak az a elképzelés és az a szándéka, hogy minél kisebb terhelést kapjanak azok a települések, elsősorban a Paksvárosa és a környező települések a beruházás során. Ugye szó volt itt arról, hogy 1 millió köbméter betont kell majd beépíteni. Arról is szó van, most már ilyen csökkenő értékkel, hogy körülbelül 6-6,5 millió köbméter földet kell kitermelni, és ennek javarészét el kell szállítani. Az előzetes számítások alapján ez akár 150-180 ezer fuvart jelent, 40 tonnás kamionokat használva. Ez a grandiózus beruházás rendkívüli mértékben igénybe fogja venni az infrastruktúrát. Ugye? Másrészt rendkívüli mértékben igénybe fogja venni az ott élők és ott lakók türelmét. Együtt kell élnie a városnak és a kistérségnek, vagy annak a térségnek, amíg bekapcsolódik intenzíven a beruházásba, vagy részt vesz benne, akár a lakhatást nézve, akár a munkavállalók mozgását nézve, abban, hogy megfelelő körülmények között történjen a beruházás, illetve megfelelő körülmények között történjen az elhelyezése a munkavállalóknak. Az orosz partnerre való egyeztetés során arra jutottunk, hogy és talán ez az IPCC szerződés is tartalmazza, sőt biztos, hogy a magyar fél, a megrendelő meg fogja építeni a lakás férőhelyeket, és az orosz fél ezeket bérbe fogja venni. Becskázi Attila azt is elmondta, hogy Paks térségében 500 lakhatási, infrastruktúrális, oktatási és vendéglátási projekt van előkészítve a bővítés megvalósításához. Nagyjából a nyár közepétől, ahogy az államtitkárságunk is elkezdett működni, elkezdődött azoknak a projekteknek a rendszerezése, amelyek már azért részben ismertek voltak a korábbi évekről,
Másrészt az államtitkársághoz vagy a miniszterelnökséghez tartozó koordinációs csapat már összegyűjtött a korábbiakban. Nagyjából szeptemberre olyan 500 körüli projekt lett beazonosítva. Ezek különböző előkészítettségi állapotban vannak. Vannak, amelyek koncepciós szintjén jelennek meg, de vannak, amelyeknek már akár engedélyes kiviteli terve is van. Széles ez a skála, amelyek ezek a projektek megjelennek. Az alábbi területeken lehetne, vagy az alábbi területekre lehetne osztályozni az 500 projektet. A lakhatás és elszállásolás az első, a másik az közlekedés, a közlekedési utak építése, felújítása, a települési infrastruktúra, az oktatás, ipar, gazdaságfejlesztés, mezőgazdaság, élelmezés, turisztika, közigazgatás, egészségügy, szociális ellátás, szabadidő, rekreáció, sport, kulturális fejlesztés, közbiztonság, energetikai fejlesztések, vendéglátás és egyéb szolgáltatások és környezetvédelem. Az államtitkár szerint a magyar vállalkozások a legnagyobb beszállítói arányt, 85%-ot az 500 milliárd forintos hányadot képviselő építőipari beruházásokban érhetik el, a legnagyobb szeretet képviselő 1700 milliárd forintos gépészeti beruházások terén 22% az elérhető magyar arány. Az Atomstroj Exporttal vezetőivel beszélve és a beszerzési politikájukat megismerve, ők úgy gondolják, ugye talán már ismeretes, hogy 55%-ban nyílt európai tenderen kötelesek kiválasztani a beszállítóikat. Ők úgy gondolják, hogy az építészet területén inkább az ár fog dönteni az ajánlatokat tekintve. Az irányítás technikában meg inkább a referencia és a brand fog nagyobb hangsúllyal szerepelni. Tehát az építészetben, ahol a magyarok számára megnyílhatnak a lehetőségek, a magyar vállalkozások számára, ott komoly árversenyre kell számítani, vagy ár egyeztetésre a végrehajtó Atomstroj Export, vagy a fővállalkozó Atomstroj Export számára elképzelései szerint. Azt is látnunk kell, hogy magyar vállalkozások erős integrációk révén tudnak majd részt venni ezekben a beruházásokban, vagy ezekben a feladatokban, ahol talán a pénzügyi kondíciók azok, amelyek a legnehezebben teljesíthetők. A mostani állapot szerint, ha nem double B minősítésű a cég, akkor 5-20% közötti pénzügyi garanciát kér az orosz partner. Ez a double B szerintem a MOL-on kívül nem is nagyon van Magyarországon több. Ebben az esetben nem kér pénzügyi garanciát. A paksi elkerülő út építése mellett a 6-os főutat az M6-os autópályával összekötő út megépítése is része a felkészülési terveknek. Erről is beszélt a fórumon az infrastruktúra fejlesztésért felelős államtitkár. A közúti infrastruktúrát jelentős mértékben fejleszteni szükséges. Mi tartozik ide? Ugye a paksi utak a településen, és hát valamennyire az építési terület, mondjuk úgy, hogy környékén lévő bizonyos utak fejlesztése, a térségi, megyei utaknak a fejlesztése, és bizonyos állami utaknak a fejlesztése is ide tartozik. Mindjárt pontosabban el fogjuk mondani. Az egész logisztikát tekintve pedig megtörténik egy vasúti rekonstrukció is, Mezőfalva és Paks közötti pályaszakasznak a felújítása. Illetve épül egy híd, amit már
Egy Dunahíd, amit említett miniszter úr is, Fogtő és Gerjen között épül pontosabban ez a híd. Mit úgy szoktuk, hogy Kalocsa és Pancs, de ez valójában Fogtő és Gerjen között. Azoknak a lehajtó felhajtás vagy lehajtás segítő útrendszerét is fejleszteni kell, ki kell alakítani. Ami még fontos, az állami utakat tekintve, Paks városában egy elkerülő út kerül megvalósításra, illetve közvetlenül a 6-os, az M6-ossal összekötő út fejlesztése és megvalósításra kerül, amely azon a 6-os szakasznak, azon a térség, vagy azon a szakaszában, a 6-os főútnak azon a szakaszán, amely közel van a mostani Paks 1, Paks 2 fejlesztési területhez. És a meglévő 6-os útszakasz, 6-os főút útszakaszának a terület melletti részén egy kétszer-kétsávos bővítést tervezünk. A megyei úthálózat fejlesztések közül első ütemben a Paks Nagydorog, a Paks Németkert Cece, a Madocsa Bölcske Dunaföldvár, a Dunapataj Fogtő utak felújítása valósul meg, valamint elkészül a Gerjentől az erőműig vezető új út, tájékoztatott Becskeházi Attila. Az államtitkár bemutatta szervezetének vezetőit, dr. Struhás Sándort és Bak Tibort, akiket felkereshetnek kérdéseikkel a térség vállalkozói és a fórumon résztvevő mérnökök is. A rendezvényen köszöntőt mondott Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke is, aki partnerséget és szakmai segítséget ajánlott az atomerőmű építés előkészítésén és megvalósításán dolgozó szakembereknek, csak úgy, mint Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke. A Tolna megyei mérnöknapon készült összeállításunk megtekinthető a www.telepaks.hu internetes oldalon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!